Jó estét kívánok, ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban részletesebben is bemutatjuk a ballószögi fejlesztéseket. Ezt követően beszélgetést láthatnak Engert Jakabné alpolgármesterrel, a Nők a Nemzet Jövőért Egyesület elnökével. Végül megmutatjuk a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nevelőszülői hálózatát is. Kezdünk is! Egy új bölcsőde építése zajlik jelenleg Ballószögön. Az épület várhatóan augusztus közepére, szeptemberre készül majd el. Ezen felül több fejlesztés is zajlik a településen, amelyekről Ballószög polgármestere Somogyi Lajos számolt be. Javában zajlanak a munkálatok a tavaly elkezdett ballószögi kis csillag bölcsőde építésénél. Volt bácsvízes terület, itt volt a régi víztorony, azt bontottuk el nyáron, és ide épül egy 2x14 szobás új bölcsőde, aminek annyi a specialitása, hogy ebbe egy konyha is, egy főzőkonyha is helyet kap, és innen fogjuk az óvodát is ellátni, illetve az általános iskolát is saját főzésű ételekkel. Több ütemből jött össze, egyrészt van nyilván egy nagyon erős kormányzati szándék és egy olyan hatás, hogy ahol már 7-8 szülő jelzi, hogy bölcsődére van igény, akkor valamilyen szintű bölcsődét kell építeni Magyarországon, hogy elindul a lépcső, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, vagy pedig éppen egy normál bölcsőde, ez különböző szintű szolgáltatásokat, illetve felszereltséggel kell rendelkezni. Nyilván itt olyan gyerekszám, tehát körülbelül 60 és 70 gyermek születik évente, ami eleve indokoltá teszi azt, hogy egy nagyobb létszámra tervezzük. A kormány megnyitotta ezeket a magasabb összegű pályázatokat, és lehetett vagy a pénzügyminisztériumnál, vagy a topos forrásból bölcsődére pályázni. És az engedélyezési eljárás során szembesültünk azzal, hogy főzőkonyhát kell létesítenünk, és akkor onnan jött a gondolat, hogy tulajdonképpen, ha már főzőkonyhát kell biztosítani, és ahhoz személyzetet, akkor lényeg, tehát az lenne a legeslegjobb, hogyha az adagszám minél nagyobb legyen, hogy mondjuk a bérköltségek jobban elosztásra kerüljenek egy-egy adagnál. Nyilván nem lesz olcsó, ezt tudjuk, de bízunk abban, hogy a minőség az jobb lesz, mint a jelenlegi vásárolt szolgáltatás. Somogyi Lajos ballószög polgármestere elmondta, a bölcsőde régi vágya volt a településen élő családoknak, szülőknek. A forrásokat egyrészt saját erőforrásból biztosítják, azon felül 295 millió forint Európai Uniós forrás nyertek a területi operatív programon. A projektmenedzsmentet a Bács-Kiskun megyei önkormányzat látja, és most jelen pillanatban van egy többletköltség igényünk, ami most már az irányító hatóságon is túlment, úgyhogy reméljük hamarosan kormány elé kerül, és akkor várható, hogy erre még egy ráemelést kapunk. Annyit el kell mondani, hogy nem mindig rózsás a helyzet Ballószögön, most egy ilyen biztonsági hitelfelvételhez fogunk folyamodni, hogy az építkezést be tudjuk fejezni, és akkor majd utána reméljük, hogy évvége felé tudjuk rendezni a sorokat. Várhatóan augusztus közepére, szeptemberre készül majd el az épület. Nyilván ott még nagyon sok minden lesz, a konyhatechnológia beszerelése, magának az épületnek a felöltöztetése, a kertnek a rendbetétele. Egy ilyen szeptember közepi kezdéssel számolunk, de az még attól függ, hogy az engedélyező hatóságon mikor fog keresztül menni, hát reméljük, hogy minél hamarabb át tudjuk adni és tudjuk fogadni a gyerekeket. A kis csillag bölcsőde mellett számos fejlesztés zajlik a településen. Nemrégiben elkészült például az új központi buszmegálló. Az most már átadásra került, még növénytelepítés van folyamatban, egy-két ilyen zöld sziget, vagy hát virág kerül elhelyezésre, illetve a jelenlegi kis termelői piacnak a helye az még nincs teljesen kialakítva, de várható, majd azt is fogjuk alakítani. Ezzel párhuzamosan megindult az új buszöböl építése a Bem utcán. Ott is egy teljes értékű buszöblöt fogunk építeni, ami
azt jelenti, hogy nem fogja a busz akadályozni a forgalmat, hiszen 2,5 méter széles az öböl, és be fog tudni állni, és az autósok nyugodtan tudnak közlekedni be Kecskemét irányába, illetve hát megépül egy 18 méter hosszúságú peron, ami a csuklós buszok miatt szükséges a felleszállás érdekében, inkább a felszállás lesz itt a jellemző abban a buszmegállóban, és ott egy új felépítmény, egy utasváró is elhelyezésre kerül, úgyhogy ez körülbelül egy hónap múlva fog elkészülni. A másik nagyobb projektünk az egy ilyen fél időben van tulajdonképpen, az Ágasegyháza felé vezető zsíros dűlőnek az elején történt egy víz- és szennyvízgerinc kiépítése. Most ott egy jó 200-300 méteren elég jó szét van bombázva az út, de körülbelül 2-3 hét múlva fogják visszaadni a munkaterületet a közműépítő cég részéről, és akkor utána történik majd az aszfalt burkolat kiszélesítése és helyreállítása, és egy teljesen új aszfalt szőnyeget fog kapni ez az út, úgyhogy azt körülbelül áprilisra tesszük, a április elejére, hogy el fog készülni és átadásra kerül az autósoknak. Azonban még számos más terve van a településnek. Somogyi Lajos elmondta, jelenleg engedélyeztetés alatt van, hogy a Kadafalva-Ballószög közötti határútnál lévő két buszmegállóhoz ugyanúgy buszöblet alakíthassanak ki. Ezzel együtt a településen több helyen zebrák és forgalmi csomópontok átépítését tervezik. Stúdiónk vendége volt ma Engert Jakabné, alpolgármester, a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület elnöke. Most a vele készült beszélgetést láthatják. Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Mentesülnek a bölcsődei térítési díj megfizetése alól a három vagy több gyermeket nevelő szülők. Ez a legfrissebb családokat érintő kormányzati intézkedés. A kormányzat családtámogatási programján túl Kecskemét önkormányzata is segíti a gyermeket nevelő családokat. Három új bölcsöde építését is megkezdi a város az idén. Vendégünk Engert Jakabné alpolgármester, aki a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület elnökeként is a családokért tevékenykedik. Köszöntöm, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a nézőket! A kormány családvédelmi intézkedései, mint például a csók, a babaváró hitel, vagy éppen a lakásfelújítási program, alpolgármester asszony szerint hogyan fogadták ezeket a családok, milyen igény van ezekre, és egyáltalán az elmúlt 10 évben hogyan építette föl ezeket a kormány? Hát igen, ha valóban visszatekintünk az elmúlt 10 évre, akkor azt jól érzékelhetjük és láthatjuk, hogy egy nagy ívű fejlesztés, családtámogatási modellt épített föl lépésről lépésre, figyelembe véve a lehetőségeket és a költségvetési forrásokat. Jól érzékelte a kormány, és azt gondolom, hogy ez nagy öröm akár a családoknak, vagy már még gyermeket vállaló szülőknek, hogy kiszámítható, tervezhető, és hogyha megnézzük az egyes családtámogatási formákat, az ehhez kapcsolódó hitelkonstrukciókat, akkor láthatjuk azt, hogy mára annyira kiszélesedett ez a program, hogy gyakorlatilag egy családalapítás előtt álló, vagy már gyermekeket nevelő szülő, akár egyedül, akár társal, de itt bejönnek majd a nagyszülők is, ugye, egy generációk összeköltözése, tehát számos lehetőség van, és eldöntheti az ő igénye, a jelenlegi életkörülményei, és a rendelkezésére álló anyagi források tükrében, kiszámíthatóan, hogy mit tud bevállalni ebből, mi az, ami számára egy elérhető lesz, akár rövidebb távon, vagy hosszú távon, hiszen látjuk azt, hogy az egyes támogatási formák, és itt elsősorban most a hitel oldaláról nézzük a babaváró hitelt, ugye először vállalja és kamatmentes, attól függ, hogy 1-2-3 gyereket vállalnak be, és ezt teljesíteni is tudják, akkor akár ez a futam végére már nem is kell, hogy bármit is visszafizessen ebből. Tehát én azt gondolom, és ezt tapasztalom, akár a saját környezetemben, vagy szélesebb
közegben, hogy nagy az igény rá, élnek vele a családok. Én úgy gondolom, hogy ennek, ha lenne egy mérése ilyen vonatkozásban, akár Kecskeméten is, hogy mennyien vették igénybe, országosan természetesen ez nyomon követhető, hiszen a hitel felvétel, a támogatások felvétele, ez egyértelműen számokban is kifejezhető, de akár egy ilyen szűkebb településre vonatkozóan is érdemes lehet majd megnéznünk, hogy ez hogyan is alakult, de ha azt látjuk, hogy milyen építkezések vannak, akár ha nem is Kecskemét telje közigazgatási területén belül, de a környezetünk mellett lévő, akár Ballószög, vagy Lajosmizse, vagy ha egy kicsit távolabb megyünk, Kerekegyháza, ott is láthatjuk, hiszen sokan azért kiköltöznek oda is, és hogy mekkora nagy építkezések folynak, és hát lassan ott tartunk, hogy nem lehet építésvállalkozót találni, ha most vág bele valaki, legalábbis nagyon időbe kell elkezdeni tervezni. Milyen új formái lesznek még így a családtámogatásnak, így amiről beszéltünk azon túl? Igen, hát ugye indult ez a gyers, és akkor ezt nem akarom felsorolni, mert óriási lenne a listánk. Egészen a csok támogatásig, a csok hitelig, bezárólag 2021-től ez tovább bővül, vagy valamennyire átalakul. Az, ami itt most január 1-től fontos lépés a gyermeket nevelőknek, vagy szülőknek, családoknak, ez a generációs, a több generációs támogatási forma. Ugye itt már a nagyszülő is igénybe vehet bizonyos feltételek, ezt érdemes mindenkinek jól megnézni, hogyha a szülőkkel együtt gondolkodik, akár úgy, hogy bővítik a szülői házat, akár tetőtér beépítéssel. Ez egy óriási lehetőség, illetve a meglévő lakásnak a felújításához is egy nagyon komoly támogatást lehet igénybe venni, de beszélhetnénk itt az 5%-os áfáról, a 0%-os, ha ez a csokkal van összekötve, ez lakásvásárlás esetén, vagy akár az illetékmentesség, ami ugye most 4% a csok felvételénél. Valóban hosszan sorolhatnánk még ezeket az intézkedéseket, de talán térjünk arra át, hogy itt Kecskeméten is ugye támogatják a családokat, többek között a bölcsődei építési program és ennek a jele, hiszen 3 új bölcsődei építése kezdődhet el az idei évben. Igen, ez való igaz, van az államnak feladata, én ezt mindig el szoktam mondani, hogy mindannyiunknak megvan a maga helyén a feladata, az államnak is teszi a dolgát, ugyanígy egy települési önkormányzatnak is, hogy a lehetőségeinek függvényében mi az, amit föl tud vállalni, mi az, amit be tud kapcsolódni, és ugye itt említette a bölcsöde fejlesztéseket a bevezetőben. Való igaz, amikor elindult a nagy kormány által indított bölcsöde fejlesztési program, ugye 22 év végére, ez a 70 ezer férőhelynek a biztosítása, ehhez mi is bekapcsolódtunk, mint Kecskemét város, és ugye építettünk is új bölcsödét a Homokbányánál, amit építettünk bölcsödét. Ez folytatódik tovább, Katonatelep, Hetényegyháza, ott teljesen új bölcsödéket fogunk építeni, illetve itt a Bajza utcában, ez a Széchenyi városban van, ez egy kicsit más forma lesz, mert közben a Klapka utcát is föl fogjuk újítani, és ez a 3 fejlesztés új 64 férőhelyet fog jelenteni. Óvodák fejlesztése terén mi várható? Lesz esetleg férőhely bővülés a városban? Igen, hát itt is lépünk előre. Látva az elmúlt évben az óvodai férőhelyekre a 3 éves korosztályt, akik jelentkeztek, egy picit elbillent az egyensúly, és láttuk azt, hogy a Kálmán Lajos óvoda és a környékén, és azokat a onnan bejáró szülőket és igénybe, férőhelyet igénybe vevők létszámát tekintve, láttuk azt, hogy fontos lenne egy fejlesztés az óvodák területén is, és itt ez összecsengett azzal, hogy
éppen az evangélikus egyház jelentkezett, hogy ők szívesen vállalnák azt, hogy az óvoda köznevelési programba bekapcsolódnának, ehhez vállalnák azt is, hogy akár egy több csoportos óvodafejlesztést elindíthatnánk, és ez van most folyamatban, ez is szintén a Homokbányánál, és ha a tervek és a mostani látásunk szerint úgy tűnik, hogy akkor szeptember 1-től egy három csoportos óvoda, tehát 75 férőhelyjel, ez pedig a Lestár iskolának az a részében épülne meg, ami önkormányzati tulajdonban maradt. Ugye ez ott közösen lenne a Mercedes iskolával. Ez azt jelenti akkor, hogy református óvoda és katolikus óvoda után evangélikus óvoda is lehet Kecskeméten? Így van, az egyházak komoly felelősséget és szerepet vállalnak a gyermekek nevelésében, és ez nagyon helyes, mert ez azt jelenti, hogy ha most végignéznénk Kecskeméten mondjuk az óvodai ellátást, akkor látjuk azt, hogy vannak magán, akik ilyen jellegű óvodába szeretnék kisebb csoportokba a gyermekét beíratni, van az önkormányzati, és megjelent, hál' Istennek, nem is kis létszámot tudnak fölvenni az egyházi óvodák. Számos módon segíti az önkormányzat valóban így a családokat, a gyermeket, nevelőket. Ugye nagyon sokan települnek ide újonnan is fiatalok, az ő kedvükre alakították ki a kedvezményes telekértékesítési programot is. Mi módon támogatják még a családokat? Igen, hát az elmúlt évben ugye Kadafalván volt a nagy telek, kedvezményes telek vásárlási lehetőség, ott több mint 50 telekhez juthattak hozzá azok, akik ezt igényelték, és ez folytatódik, és most van a feltárása és az előkészítése, hogy Katonatelepen is ebben az évben lehetőség lesz a telek, kedvezményes telekvásárlásra, de kisebb támogatásként említhetjük itt a babaváró csomagunkat, amit ugye az elmúlt évben vezettünk be, és illetve 2019-ben, ami minden újszülöttet köszöntünk ezzel a 10-11 ezer forint értékű kis csomaggal, amiben mesekönyv van és egyéb ilyen kis gyermekápolási eszköz. Említhetném még, ami a családokat érinti a gyermekétkeztetésben is, azért komoly erőforrást tesz oda az önkormányzat. Ugye beszéltünk az óvodákról, bölcsödékről, és hát támogat minden olyan civil kezdeményezést, ami pont arról szól, hogy ezt a programot nem csak egyéb ilyen pénzügyi támogatásként adja, hanem próbáljuk azt a szemléletet és ezt közvetíteni, ugye, ami a családbarát gondolkodás, és hát a demográfiai mutatókat valamilyen szinten fölhívja a figyelmet erre a családoknak, hogy érdemes, a civileknek fontos feladat, hogy közvetítse, és megismertesse a legkisebb településeken is, hogy milyen lehetőségek vannak ahhoz, hogy bátran tervez, bátran vállalhatsz gyermeket, mert ehhez a támogatások széles skálája rendelkezésre áll. A záró gondolatként talán még azt fogalmazzuk meg, hogy a civilek, a civil szervezetek hogyan tudják segíteni, részben már említette az önkormányzat vagy a kormány ilyen jellegű törekvését, esetleg így a 21-es évre előrevetítve milyen programok vannak ezen a téren kilátásba. Igen, hát szerencsére nem csak a saját egyesületemnek a programjait látom, de azt, amivel mi hagyományt teremtettünk már jó pár évvel ezelőtt, ugye a Mózes kosár, a Királykisasszonyok, Királyfiak otthona cím elnyerése Bács-Kiskun megyébe az egyes településeknek, ahol a legtöbb gyermek születik. Ugyanígy említhetném a Születés Hete programot, amiben nagyon sok babamama klub, civil szervezet vállal feladatot, hogy ilyen formán és ezen a fórumokon is ismertesse ezeket a támogatási formákat, azon túl, hogy egyéb más tanácsadásokat is nyújtanak, akár
gyermek étkeztetés, diétás, és ez is nagyon színes, sokszínű szokott lenni, vagy említhetném az Együtt a Kecskeméti Családokért Egyesületet, akik meg egy más jellegű támogatással és egy más jellegű szerepvállalással teszik ugyanazt, de kiemelhetném a Család Esélyteremtő Önkéntes Házat, ami nem csak Kecskemét, hanem megyei szinten vállal feladatot, említhetném a Család és Karrierpontokat, ami pedig a Gyesről elsősorban a Gyesről visszatérő anyukáknak nyújt segítő kezet, úgyhogy erre is óriási igény van. Tehát én azt gondolom, hogy a civilek is megtalálják, vagy civil szervezetek, akik a zászlajukra tűzik azt, hogy nekik érték a család, érték a házasság, érték a gyermekvállalás, legyen az egyedül nevelő szülő, mert az is van, és nagyon fontos az, hogy mostani támogatási rendszerben visszanézünk, nekik is van lehetőségük arra, hogyha egy egyedül neveli a gyermekét, ugyanúgy hozzájuthat, vagy az örökbefogadott szülők, szülők, akik örökbefogadnak gyermeket, azok is részesülhetnek. Tehát nagyon széles a paletta, érdemes megnézni, hogy ki hol válogathat, mi civilek pedig próbáljunk megtenni mindent annak érdekében, hogy ezek az információk eljussanak, és egyes programok szintjén pedig olyan közösségi eseményeket szervezni, ahol a családokat, gyermekeket össze tudjuk fogni. Nagyon köszönöm, hogy a vendégünk volt, és remélem, hogy sok-sok ilyen eseményről számolhatunk majd be. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Folyamatosan jelentkezhetnek a nevelőszülők a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónál. Jelenleg 5800-an vállalkoztak arra Magyarországon, hogy családjukat vesztett gyermekeket neveljenek. Bács-Kiskun megye nevelőszülői hálózata az országban a legnagyobb. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Bács-Kiskun megyében 2011-től lát el a gyermekvédelmi szakellátásban jelentős feladatokat. A nevelőszülői hálózata egy dinamikusan fejlődő, a gyerekek érdekeit figyelembe vevő szakmai szemlélet alapján működik. Kotenc János, a Szent Ágota főigazgatója azt mondta, nincsen sok feltétele annak, hogy valaki nevelőszülő legyen. Minden olyan állampolgár, aki magyar állampolgár és életévének 24. évét betöltötte, jelentkezhet a nevelőszülői hivatásvállalásra. A nevelőszülői hivatásvállalásnak tulajdonképpen, ha úgy tetszik, a feltétele, hogy a körülményekben és a pszichés alkalmasság kérdéskörében ezt a körülményt vizsgálók jóvá hagyják a nevelőszülői alkalmasság vonatkozásában. És hogyha ez rendben van, akkor tulajdonképpen az illető elkezdheti a nevelőszülői hivatással együtt járó tanfolyamnak mind a döntés előkészítő, illetve a klasszikus felkészítő tanfolyamnak az elvégzését. Ezt követően a környezettanulmányból is adódó módon látható, hogy mekkora férőhelyen lenne képes az illető gyermekeket gondozni, nevelni a saját családjában, és így jutunk el odáig, hogy a gyámhivatali működési engedélyes határozattal az illető már fogadhatja a családjában a valamilyen sajnálatos oknál fogva saját családját vesztett gyermeket, fiatalt, legyen az akár kisfiú vagy kislány, tehát elindul a klasszikus nevelőszülői életpálya. Ma Magyarországon körülbelül 5800 nevelőszülő van, ez a szám Bács-Kiskun megyében 354, tehát 3,5 család az, akik családjukat vesztett gyermekeket nevelnek 1472 férőhelyen. Ez azt jelenti, hogy csaknem 3,5 jó család Bács-Kiskun megyében, többek között Kecskemét és környékén is, de egészen a déli részekig Bajáig, csaknem 1500 családját vesztett gyermeket nevel. Halkan jegyzem meg, Bács-Kiskun megyei nevelőszülői hálózat Magyarország legnagyobb nevelőszülői hálózata, és az is nagyon fontos szempont, hogy olyan elhivatott nevelőszülők vannak Bács-Kiskun megyében, akik tényleg még a speciális szükségletű gyerekeket is, illetve nagyon sok különleges szükségletű gyermeket is befogadnak. Rendkívül jó a befogadókészség, példamutatóak a Bács-Kiskun megyei családok, és a jövőben is nagyon nagy szeretettel számítunk rájuk.
25 ezer állami gondoskodásban lévő gyermek van jelenleg Magyarországon, a napi beáramlás országos statisztikája pedig több ezer fő. Nyilván a fluktuáció nagyon nagy. A hazagondozások, a hazakerülések, a rendszerből való kikerülés, az utógondozói státuszból való kikerülés eredményeképp, de a beáramlás is pontosan ezért fontos, hiszen ott több ezer gyermek áramlik be. Nem kivétel ez alól Bács-Kiskun megye sem, ahol bizony sok-sok tucat gyermek elhelyezéséről kell dönteni napi szinten. Magyarország földrajzi szempontból vett módon is a legnagyobb megyéről beszélünk, tehát nyilván már csak ebbéli létszám arányait tekintve is, napi szinten csak nem egy tucat gyermeknek a bekerülése az, ami akár az ország más területéről történő bekerülést is jelenteti, hiszen a Szent Ágota országos hatókörben fogad be gyermeket, de így ilyesztén a Bács-Kiskun megyei nevelőszülői hálózatra ilyen napi több gyermeknek a befogadása hárul. És azt kell, hogy mondjam, hosszú évek óta rendkívül tisztességesen és példamutató módon valóban jó példát adva az egész országnak, a Bács-Kiskun megyeiekre mindig lehet számítani. Nagyon fontos az, hogy a család nélküli gyermekek ne állami gondozásban, ne árvaházakban nőjenek fel, főleg azért, mert ezek a fiatalok olyan traumákat éltek át, amelyekből csak egy szeretetteljes családi légkör hatására tudnak kilábalni. A családját veszett gyermek traumatizált, tehát olyan sebeket élt meg, olyan elvesztés, nehéz életeseménye volt, amely folytán nyilván ezek a sebek gyógyulásra, kiengesztelődésre, valamiféle megnyugvásra kell, hogy találjon a csemete, és hát nyilván az ehhez szükséges, leggyógyítani képesebb attitűd az magának, a családnak a személyre szabott törődése. Tehát ezt a fajta személyre szabott törődést, mint szemléletmódot hirdetjük mi is, és valósítjuk meg többek közt a családokon keresztül. Bács-Kiskun megyében sincs ez másként. Számtalan olyan túl traumatizált gyermek érkezik meg a rendszerben, Bács-Kiskun megye szerte, számos városban, legyen az akár Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kőrös, vagy akár Baja, de mondhatnám a kisebb településeket, Páhi, Kunszentmiklós környéke, mondhatnám a Bócsai, a Soltvadkerti területet, a különböző járásokat, Kalocsától egészen, hát tényleg Jánosalmán keresztül Kasul mutathatnám be a Bács-Kiskun megyei nevelőszülői tanácsadói körzetek családjait. Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hihetetlenül jó fejlődésnek indulhatnak a csemeték minden egyes ilyen családba kerülés folytán, és valóban feldolgozhatóbbakká válnak azok a traumák, nehéz érzesemények, amelyek a gyermekeknek a beszármazás előtti körülményeiből, a családjaik, a saját vér szerinti családjaik elvesztéséből adódnak. Kotánc János azt is elmondta, hogy a lehető leggyógyítóbb közeg a család. Fontos, hogy a családjukat vesztett gyermekek egészséges közegben nőjenek fel, hogy esélyük legyen az életben kiteljesedni. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Országszerte megkapták a kínai Sinopharm vakcinákat a házi orvosok. Az oltóanyag szállítása és tárolása könnyebb és 60 éven felüli személyeknek is adható. Az ismétlő oltásokat is beadták a Margaréta otthon lakóinak és dolgozóinak. A sikeres oltási kampány miatt könnyebb lesz az otthonon belüli élet. Könnyítésről egyelőre nem lehet beszélni, közöltem a videójában Orbán Viktor, viszont át fogják gondolni az idős otthonok látogatásának kérdését. Fegyveres rablás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Bács-Kiskun megyei főügyészség egy román férfi ellen. A vádlott és bűntársa az M5-ös autópályán rabolt ki három nőt 2019. áprilisában. Motorvonat gázolt halálra szerdán délután egy kecskeméti nőt a város belterületén. A Lajos Mizsére induló vonat a Tatársoron húzódó raktárépületek mögött ütötte el a gyalogost. Kedves nézőink, hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7-től 8 óráig a Híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Tartsanak velünk akkor is, köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!